Az ingatlanok 15%-kal vannak túlárazva jelen pillanatban, tudtuk meg Bence Józsefné ingatlaniroda tulajdonostól. Mint mondja, 2022 év vége felé csökkentek az ingatlanárak, most év elején még a stagnálást tapasztalják. 2023 azonban a vevők éve lehet, mivel a kínálat egyre növekedik, amely az árcsökkenést vonza maga után. Most elsősorban a lakható vagy a felújított lakásokat keresik még, tehát a lakhatót, ezt is kihangsúlyoznám, mert ugye ezt tudják valószínű megfizetni. Nagyon nehéz helyzetben lesznek az eladók, mert a kínálat olyan szinten megnövekedik, és a kereslet meg kevesebb. Kivárnak az ügyfelek, azt gondolják, hogy, hogy csökkenni fog, olyan magas az infláció, olyan magasak az ingatlan, az élelmiszerárak, a minden, hogy nem tudnak elsősorban erre, ha van pénzük, akkor muszáj nekik tartalékolni, és nem merik a befektetni az ingatlanra. Az ingatlan szakértő hozzátette, ebben az évben 10-15%-kal kevesebb adásvételre számítanak. Mint mondja, az inflációnak nagy hatása van az ingatlan árakra. Építkezésben nem nagyon fognak az emberek, mert nem tudják, mennyi lesz a teljes költség. A vevők óvatosan terveznek, az év elején csökkent a lakáshitelek iránt érdeklődők száma is. A támogatások megmaradtak, hál' Istennek, az illetékkedvezmény az megmaradt, a csok megmaradt. A csokhitel, amit mindenki így ismer, a csokhitel a 10 millió két gyerek után, illetve három gyerek után a 15 millió állami támogatott 3%-os kamattal továbbra is megmaradt, úgyhogy ez bíztató, a falusi csok is megmaradt, úgyhogy bizakodva nézünk a 2023-as év elé. Tavaszra várhatóan azért rendeződnek a dolgok, ugye? Sajnos az infláció is közbeszól, a megélhetés is sem a legegyszerűbb. Megtudtuk, az energiatakarékos ingatlanok a legkeresettebbek. Székesfehérváron az új építésű ingatlanok négyzetméter ára majdnem 1 millió forint, míg a használt lakásoké 700, a használt házaké 600 000 forint. Innen indul az idén várható csökkenés.